Nyomá a koronát a fenen embernek fejébe! Különböző korok más-más eseményeit jelenítik meg a színészek az élőképes krónikában, amely ebben az esztendőben is fontos eleme a történelmi kavalkádnak. Emellett harcászati bemutatók és koncertek is színesítik a belvárosban minden augusztusi hétvégén megrendezett programokat. Ráadásul színházi előadás is lesz. A Fekete Sas Patika Múzeum a legkisebbek kedvéért például Csoda Patikává változik, a felnőttek számára pedig 4. Béla király elevenedik meg a főtéren. Minden vasárnap Lázár Ervin Csoda Patikáját játsszuk a Fekete Sas Patika Múzeumban, ezt úgy hívjuk, hogy Múzeum Színház, hiszen nem csak, hogy bemutatjuk a lélek patikáját, a Csoda Patikát, és Bab Berci és Rima Pénteki, Rimai Péntek megjelenik ebben az előadásban, hanem utána egy idegen vezetést is tartunk. Harmadik alkalommal szervezik meg városunkban a történelmi kavalkádot, és bár a rendezvény ebben az esztendőben kevesebb pénzből gazdálkodhat, nem csökkent a programok száma, mondja a város turisztikai vállalkozásának ügyvezetője. Az egy hónapon át tartó programsorozat az önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. A kavalkádnak a varázsát elsősorban az a légkörülmény, adja, ami a rengeteg utcaszínházi produkcióból, az animátorok jelenlétéből, a jelmezesek jelenlétéből adódik. Minden program interaktív, bevonó jellegű. A város alpolgármesterének kezdeményezésére 3 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre a rendezvény, hogy néhány esztendővel később az augusztus 20-i ünnepkörhöz kapcsolódóan egy valódi történelmi fesztivál legyen Székesfehérváron. Nem titkolt szándék a mai városvezetésnek, hogy ez kiegészüljön, kibővüljön, még a szakemberek dolgoznak ezen, hogy hogyan is legyen ez, de egy nagy történelmi fesztiválban egészüljön ki. Szeretnénk egy olyan komoly történelmi fesztivált, amelynek a nevéről 2-3 éven belül Magyarország minden településén Székesfehérvár jutna az embereknek az eszébe. A történelmi kavalkád pénteken délután az élőképes krónika főpróbájával kezdődik. Szombaton a gyermekprogramok a lovagi és hangszerbemutatók után történelmi felvonulás nyitja hivatalosan is a sorozatot, amelyen idén először a borrendeknek is szerep jut.